Jelenség nevében is, professzor dr. Rósz András nevében is mindenkit szeretettel köszöntök. Ez az idei szemeszter, vagy fél év, vagy tavasz utolsó magos előadása. Legközelebb majd, június 1-én találkozunk itt a Tél zenében, tehát egy koncert keretein belül. Most egy nagyon érzékeny és igen aktuális témáról fogunk beszélgetni. Egy előadást fogunk hallani professzor dr. Aszódi Attilától, akinek a titulusai itt szerepelnek. De rendkedvéért elmondom, hogy kormánybiztos, a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos. Ő lesz most az előadónk, egyetemi tanár különben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára. És ahogy az lenni szokott, nagyjából az előadáson 50 perc egy óra, és utána pedig lehetőség van majd kérdezni. Ugye itt lakossági kommunikációval is foglalkozik ő maga is, meg mindenféle olyan rejtélyes és misztikus dologgal, amivel a szociológusok nem nagyon, és én mondtam is neki, hogy ezeket most nem olvasom majd fel, hanem ő majd nyilván ezekről a területekről részletesen fog beszélni. Mindenkinek nagyon tartalmas szórakozást kívánok. Köszönöm szépen a kedves felvezetést, jó napot kívánok én is mindenkinek, és már is kedvenc foglalatosságonként szeretném cáfolni a felvezetést, mert kevés olyan dolog van, aminek annyi közel van a szociológiához, mint az atomenergia. Mert egyrészt az energiához mindenki ért, hasonlatosan a focihoz. Másrészt pedig hát kevés olyan a fejlett társadalmakhoz kapcsolódó kérdés van, mint az atomenergia, ami annyira megmozgatná a véleményeket akár pro, akár kontra. Úgyhogy sajnos vagy szerencsére, talán nem is kell ehhez ilyen jelzőt tenni, nagyon komoly szociológiai vonatkozásai vannak mindannak, amit teszünk, és nem csak szociológia, hanem mindenféle társadalom lelkével kapcsolatos dolog. Azzal szeretném a mai előadást kezdeni, hogy az atomenergia milyen szerepet is játszik a környéken, illetve az egész világon, és aztán szeretnék eljutni oda, hogy mit is teszünk ebben a Paks 2 projektben, amiről azért az elmúlt 2,5 évvel meglehetősen sokat lehetett hallani. Szóval egyrészt azt kell tudniuk, hogy az atomerőműveknek az építés az a 70-es éveknek a legelején kezdődött el. Volt egy nagyon komoly felfutás, amit igazán a Csernobili baleset állított meg. A Csernobili baleset után több országban az atomenergetikai programokat felülvizsgálták. Egyrésztről másrészt tudni kell, hogy nagyjából addigra épültek meg azok az atomreaktorok, amelyek a fejlett országokban a villamosenergia hálózat alaptermelésének a fedezésére szükségesek voltak. Tehát valószínűleg a Csernobili baleset nélkül is a fejlett világban lett volna egyfajta megtorpanás, de az, hogy a fejlődő országok akkor nem álltak még rá erre van arra, az egyértelműen a 86-os balesetnek volt tudható be. Ettől függetlenül az Európai Unióban folyamatosan az elmúlt két évtizedben nagyjából ilyen 1/3-30% körül volt az atomenergiának a részesedése, ez jelenleg 27%. Magyarországon a villamosenergia termelésen belül 50% fölött van a részarány, de nagyon fontos tudni, hogy Magyarországon a villamosenergiának a 30%-át, 32%-át importáljuk, tehát a villamosenergia összfogyasztáson belül az atomenergiának a részesedése, a Paksi atomerőmű részesedése olyan 36% körüli. 444 reaktor üzemel energetikai célokra ma a világon, körülbelül ugyanennyi kutatóreaktorral egyébként, amelyek nem termelnek villamos energiát, és több mint 60 blokk van jelenleg építés alatt. Azt kell tudni, hogy a jelenleg üzemelő reaktoroknak a zöme az úgynevezett második generációs típusba tartozik. Ahogy említettem, ezek tipikusan a 70-es, 80-as éveknek a termékei, és azok a típusok, amelyek a piacon, mint új építés rendelkezésre állnak, azok a harmadik vagy a három plusz generáció családjába tartoznak. Ezek olyan továbbfejlesztett reaktortípusok, amelyeket a második generációs reaktoroknak az üzemeltetési építési tapasztalatai alapján fejlesztették ki a nagy atomenergetikai vállalatok, és különböző standardizálási, moduláris építési és egyéb
biztonságművelő alkalmazásokat építettek be ezekben a típusokban annak érdekében, hogy minél stabilabban, minél biztonságosabban tudják a villamos energiaellátást szolgálni 60-80 évig a megépítésüket követően. Ezek a harmadik vagy harmadik három plusz generációs reaktorok tipikusan a 90-es évek második felében és a 2000-es években lettek kifejlesztve, a legújabbaknál a fúvósolai tapasztalatokat is figyelembe veszik már a tervekben. Érdemes megemlíteni, hogy a negyedik generációs reaktorok nem a harmadik generációs reaktoroknak a folytatását képviselik majd, új szempontok jelentek meg, mint például a kiégett üzemanyagnak a feldolgozása, az abban lévő nehéz izotopoknak az elégetése, hidrogén termelés, magas hőmérsékletű hő előállítása. Tehát a negyedik generáció nem a harmadik generációnak lesz a folytatása, hanem amellett fog valamikor a 20-as évek második felében, 30-as években megjelenni új célok teljesítése érdekében. A ma épülő reaktoroknak a zöme a nyomotvizes reaktorcsaládba tartozik. A nyomotvizes reaktorról azt kell tudni, hogy ezek könnyűvízhűtésű, könnyűvíz moderálású reaktorok, amelyeknél magában a reaktorban, a reaktor tartályban, ahol a nukleáris üzemanyag található és amiben a láncreakció lezajlik, ott olyan nagy nyomású, tipikusan 150 bar körüli nyomású víz kering, ami nagy nyomás következtében nem gőzölög el, magas hőmérséklete, 300 fok körüli hőmérséklete ellenére nem gőzölög el, és ezt a hőt, amit termel a reaktor, és amit elszállít ez a nagy nyomású víz, egy második körben, egy alacsonyabb nyomású körben használjuk fel arra, hogy abból gőzt állítsunk el, és utána ez a gőz hagyja meg azt a turbinát, ami teljesen úgy működik, mint egy hagyományos, mint egy széntüzelésű erőművér. Tehát a ma épülő reaktoroknak a 85%-a ilyen nyomotvizes reaktor, ilyen nyomotvizes típusba tartoznak a paksi reaktorok is, és látjuk, hogy a ma üzemelő reaktoroknak körülbelül a kétharmada szintén a nyomotvizes technológiára tartozik. Tehát a nyomotvizes rendszerek azok, amelyek a leginkább elterjedtek, és amelyekre a harmadik generációs reaktorok között leginkább úgy tekintünk, mint a jelenlegi, legelfogadottabb technológia. Itt lehet látni, hogy hol vannak ma a világon atomerőművi blokkok. Látjuk, hogy elsősorban Európában, Észak-Amerikában és Japánban, Koreában és Kínában. Tudni kell, hogy jelentős fejlődés van azért ezen a területen, elsősorban Kínában, illetve most már az arab országokban is megjelent ez a fejlesztési cél. És például az oroszok jelenleg intenzíven tárgyalnak Dél-Afrikában és más egyéb helyeken is. Azért látjuk, hogy a leginkább atomerőművel ellátott területek azok a fejlett országok, illetve Kína, Japán, Korea, és Indiában vannak még nagyon komoly fejlesztések. Szintén ezt támasztja alá ez az ábra, amit itt mutatok, tehát látjuk, hogy Észak-Amerikában, a távol-keleten és Európában, Közép-Európában van a legtöbb alkalmazás. Nagyon jól látszik ezen az ábrán, hogy a Fukushima-i balesetet követően az új építkezések azok visszaestek. Több országban újra értékelték a telephelyeket, hiszen a Fukushima-i baleset egy a környezetből, a természetből származó extrém esemény következtében jött létre, és például a kínai építkezéseket megállították 3 évre a Fukushima-i balesetet követően azért, hogy a telephelyeknek a biztonságáról még egyszer meggyőződjenek, és most azzal számolunk, hogy nagyjából vissza fog térni ez a trend ahhoz, ami a Fukushima-i események előtt volt. Az Európai Unió területén jelenleg majdnem 130 energetikai reaktor működik, összesen 120 ezer megawattnyi kapacitást képviselnek ezek a reaktorok. Az Európai Bizottság nemrégen néhány héttel ezelőtt publikált egy jelentést, amiben értékelte az atomenergia jelenlegi helyzetét és prognózist állított fel a jövőre vonatkozóan. Ez az ábra ebből az Európai Bizottsági anyagból származik, ami azt mutatja, hogy az Európai Bizottság azzal számol, hogy a következő időszak nem csak Magyarországon, hanem az egész Európai Unió területén
nukleáris kapacitások fenntartásáról fog szólni, ami azt jelenti, hogy a reaktoroknak egy jelentős számánál, amelyek elérik az üzemidejüknek a végét, üzemidő hosszabbítások lesznek. Ez a kék sáv mutatja ezeket a kapacitásokat, ez a lifetime extension kifejezésre utal, tehát a üzemidő meghosszabbításával számolnak számos berendezésnél. 2040-ben mintegy 60 ezer megawattnyi olyan kapacitás lehet, ami ma is be van építve, és az üzemidő hosszabbításon keresztül még üzemben tartható lesz. Ugyanakkor látszik, hogy egy olyan 100 ezer megawattnyi kapacitáson gondolja az atomerőművek teljes beépített teljesítőképességét az Európai Bizottság 2050-ben, addigra már a kapacitás jelentős része új erőműből fog származni, addigra a most működő és üzemidő hosszabbításra váró blokkok zöme le fog állni. Nagyon érdekes, hogy a magyar gondolatvilággal teljesen összhangban gondolkodik az Európai Bizottság. Azt mondja, hogy a kapacitás fenntartása ezekhez az új erőművi blokkokhoz elsősorban 3 plusz generációs reaktorokat fognak az országok alkalmazni, és itt alapjában véve az európai nyomott vizes reaktorban gondolkodnak, ami az Arevának, a francia német Arevának a terméke, az AP1000-ben, ami az amerikai-japán Westinghouse-nak a terméke, a VVR1200-ban, ami az orosz Rosatomnak a harmadik 3 plusz generációs reaktora. Az ACR1000-ben, ami egy kínai fejlesztés, jelenleg még nem európai piac képes az én megítélésem szerint, és az ABWR, ez egy forróvízes reaktor, amit a japánok fejlesztettek, Európában még nem építettek ilyen. Őszintén szólva, mi alapjában véve abban gondolkodunk, hogy az itt felsoroltak közül az első 3 az, amiből nagyobb darabszámban fognak blokkok megépülni az Európai Unió területén. A bizottság azt mondja, hogy 2050-ig mintegy 350-450 milliárd eurónyi befektetésre lesz szükség az új atomerőművek tekintetében ahhoz, hogy ezt a pályát, amit itt lerajzoltak, lehessen tartani. Ez akár 500 ezer embernek is adhat munkát. Az Európai Unió nagyon büszke arra, hogy a legszigorúbb engedélyezési nukleáris biztonsági keretrendszer itt nálunk az Európai Unió területén működik. Ugye az Európai Bizottság nagyon röviddel a Fukushima-i baleset után elrendelte a blokkok biztonságának a felülvizsgálatát, az úgynevezett stresszteszteket, és a bizottságnak célkitűzése, hogy a nem európai uniós tagállamokra is kiterjessze ezt még a következő időszakban. Megjegyzem, hogy például Svájc és Ukrajna részese volt annak idején 2011-12-ben az európai stressztesteknek. Egyetlenül látszik, hogy van egy energiapolitikai, hogy kell ezt szépen mondani, szóval van egy kis fokozkodás, vagy egy kis húzakodás a nukleáris üzemanyag ellátás tekintetében. Itt az Európai Bizottság mindenképpen az urán importnak a diversifikálására törekszik, tehát hogy több forrásból érkezzen az Európai Unió területére nukleáris üzemanyag azért, hogy az ellátásbiztonság egy magasabb szintre tudjon jutni. Összességében azt tudom mondani, hogy az atomenergia a mostani 27% körüli részarányban megmaradhat az Európai Unió energia, villamos energia mixében a következő évtizedekben is, tehát nem gondolom azt, hogy Magyarország akkor, amikor a Paks 2 projektben gondolkodik, akkor valami extrém dolgot tenne, amit az Európai Unió el sem tudna képzelni. Érdemes megemlíteni, hogy ez az Európai Bizottsági jelentés, ami néhány héttel ezelőtt jött ki, foglalkozik a fúziós reaktorok és a negyedik generációs reaktorok fejlesztésével is, tehát fontosnak gondolja ezeket a fejlesztéseket. Megemlíti, hogy a nukleáris technikának nagyon komoly orvosi alkalmazásai vannak, ahol szintén az európai intézmények, kutatóhelyek és cégek élenjáró technológiákkal rendelkeznek, nyilván az Európai Unió szeretné ezt a vezető pozícióját megtartani, amihez kutatásokra lesz szüksége, ehhez szintén programokra
lesz majd szükség azon a következő időszakokban. Magára a technológiára rátérve, ahogy említettem, a harmadik generációs reaktor technológia az, ami ma a piacon a legmodernebb rendelkezésre áll, és igazániból az összes atomenergetikát fejleszteni kívánó ország ebben a technológiai körben gondolkodik. Ezek tehát a második generációs reaktorokból fejlődtek ki, igyekeznek amennyire csak lehet standardizálni, hogy sorozatban lehessen ugyanolyan reaktorokat gyártani, hogy az a rájuk vonatkozó biztonsági jellemzések azok csereszabatosak legyenek. Nagyon komoly fejlesztések voltak az elmúlt két évtizedben nuklásbiztonsági területen és építési technológiában is. Megjelentek úgynevezett aktív és passzív biztonsági rendszerek, ezekről majd a későbbiekben beszélek. És nagyon fontos volt ezeknél a fejlesztéseknél, hogy a technológia gazdaságosan tudjon villamosenergiát előállítani, tehát versenyezni tudjon a villamosenergia piacon földgáz, szén vagy egyéb technológiával előállított villamosenergiával. Az Európai Unió területén, ha megnézzük az új projekteket, akkor néhányat szeretnék itt megemlíteni, mint jelenleg futó projektek. Finnországban építés alatt van az Olkiluoto telephelyen két meglévő reaktor mellett egy harmadik reaktor. Ez az Európai Nyomortvizes Reaktornak, az Areva által, a franciák által fejlesztett reaktornak az első megépítés alatt álló példánya, tehát ez tulajdonképpen egy prototípus erőmű. Annak idején még 2003-ban írtak ki a finnek tendert, amire három típus pályázott, az EPR, az ABVVR és az oroszoknak az akkori VVR-1000-es egyik reaktortípusa. Végül is a tenderben a franciák mellett döntöttek, és 2005-ben kezdődött meg az építkezés. Meg kell említeni, hogy a franciák nagyon túlvállalták magukat, nagyon olcsón szerződtek le, ma a költségek jelentősen meghaladják az akkori szerződésnek az értékét, és az engedélyezésben elsősorban építési, tervezési gondok miatt nagy csúszások keletkeztek. 2018-ra mondják most ennek az Európai Nyomortvizes Reaktornak az üzembe helyezését. A finnek indítottak egy másik projektet is, ez egy nagyon érdekes projekt lett végül, mert tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a Paks 2 projektnek egy ilyen iker, vagy testvér projektjéről beszélünk. Alapítottak egy új céget, aminek a tulajdonosai különböző villamosenergiát igénylő felhasználó cégek, tehát tulajdonképpen egy ilyen egyesület, és ez a felhasználóiba kiírt egy tendert még 2012 februárjában, amire az Areva ugyanezzel az Európai Nyomortvizes Reaktorral pályázott, mint ami Olkiluotóban épül, illetve a japánok pályáztak egy továbbfejlesztett forróvizes reaktortípusra. Ugyanakkor az ajánlatok értékelését követően az egyik tulajdonostárs, egy 34%-os tulajdoni részesedéssel rendelkező német cég kiszállt a projektből a Fukushima balesetet követően, és a 34%-os tulajdonos hiányában a társaság egy pillanatra megállt, és akkor bejöttek a képbe az oroszok, és tulajdonképpen kivásárolták ezt a 34%-os részt, és tender nélkül megegyeztek a tulajdonos társakkal, hogy orosz VVR-1200-as reaktor fog épülni ezen a közép-finnországi telephelyen. De gyakorlatilag tenderen kívül született döntés arról, hogy orosz reaktor épül ezen a finnországi telephelyen. A telephelyen az előkészítését nemrégen kezdték meg, és az ütemterv szerint 2024-ben kell, hogy a blokk, egy darab blokk villamosenergia termelésbe beálljon, kereskedelmi üzem elkezdődhessen. A másik nagy európai nyomortvizes reaktor építkezés Franciaországban zajlik. Ez az előbb említett Olkiluoto építkezésnek a testvérprojektje. A Normandiában, a Flamanville telephelyen
építik ezt a reaktort. Itt is hasonló projekt problémák vannak, mint a finnországi előbb említett építkezésen. 2018-ra tervezik üzembe helyezni ezt a reaktort, aminek az építése 2005-ben kezdődött el. Üzembe helyezés, illetve építés alatt van még a környékünkön a Mohi atomerőműben, a 3-4-es blokk Szlovákiában, és hát nagyon számos ország tervezi az Európai Unió területén új blokkok építését. A lengyelek 5 atomreaktor építéséről beszélnek, hogy a Lengyelországban több mint 80%-a villanylag szén erőművekről származik, és egyszerűen nem tudják teljesíteni a klímavédelmi célkitűzéseket, ők át akarnak térni nagy mértékben atomenergiára. A csehek, a szlovákok terveznek teljesen új projekteket, a szlovének, a franciák le fogják cserélni a flottájuk egy részét, és nagyon fontos megemlíteni a briteket, ahol szintén nagy értékű atomerőmű fejlesztési projektek vannak előkészítés alatt. Ugye elég sokat szerepel a hírekben a Hinkley Point atomerőmű cég kiépítése, ahol az Európai Bizottsági hozzájárulásokat már megszerezték, és a francia EDF tulajdonosnak a döntésére várnak, hogy az építkezés maga megkezdődhessen. Másik OECD ország, akit említeni érdemes, az Egyesült Államok. Itt meg kell említeni, hogy nincsen állami tulajdonú atomerőmű, minden atomerőmű magántulajdonban van. Most persze ez nem azt jelenti, hogy magánemberek tulajdonában, hanem hát piaci, nem állami cégeknek a tulajdonában. Most van üzembehelyezés alatt egy korábban elkezdett építkezésben egy atomerőmű, és ezen kívül épül 4 darab Westinghouse gyártású, úgynevezett AP1000-es, szintén nyomott vizes reaktor. Egyik a Vogtú telephelyen, a másik pedig a Lindsay Summer telephelyen. Gyakorlatilag párhuzamosan zajlanak ezek az építkezések. Nagyon érdekes megemlíteni, hogy az Amerikai Egyesült Államokban áramvonalasították az engedélyezési rendszert kb. Egy évtizeddel ezelőtt, ami azt jelenti, hogy ott egy típus engedélyt tud először megszerezni egy szállító, amiben a nukleáris biztonsági hatóság arról győződik meg, hogy maga a típus teljesíti a biztonsági műszaki követelményeket. Ezt követően maga a tulajdonos fordul, tehát nem az építő, hanem a tulajdonos fordul a hatósághoz egy korai telephelyengedély ügyében, és ezzel akár párhuzamosan szerezhet egy kombinált építési és üzemeltetési engedélyt. Hogyha megkapja ezt a kombinált építési üzemeltetési engedélyt, akkor az engedélynek megfelelően építi meg azt a reaktor típust, ami rendelkezik ezzel a típus engedéllyel, akkor a hatóság nem vonhatja vissza tőle az üzemeltetési engedélyt. Tehát ha egy olyan típust épít, ami vagy épített, aminek van típus engedélye, és a kombinált építési üzemeltetési engedélyben szereplő feltételek szerint építi meg, akkor ő automatikusan megkapja az üzemeltetési engedélyt. Ezt azért vezették be az amerikaiak, hogy a teljesen szabadpiaci körülmények között mentesítsék az építetőt attól a kockázattól, hogy befektet több milliárd dollárt egy ilyen létesítményben, és esetleg fennállanak a kockázat, hogy a végén nem kap engedélyt arra, hogy a létesítményt üzemeltesse. Érdemes megemlíteni, hogy a Westinghouse-nak ezt az AP1000-es reaktortípusát egyébként építik még Kínában, ott szintén 4 blokk van építés alatt. A nagy fejlesztők között, a OECD országok között érdemes még Dél-Koreát megemlíteni, akik az amerikai mérnöki hagyományokra alapozva saját koreai, szintén nyomott vizes reaktortípust fejlesztettek ki, ez az AP1400 megawattos blokktípus, amiből 4 darab van építés alatt Koreában, és szintén 4 darab van egy nemzetközi projektben az Egyesült Arab Emirátusokban építés alatt. A dél-koreaiak is
nagyon aktívak ezen a területen. Hát nagyjából ez az OECD környezetben a többi országnak a gyakorlata. Még egyszer hangsúlyozom, hogy mind a nyomott vizes típusnak a választásával, mind pedig összességében atomenergetikai projekttel nem vagyunk egyedülállóak, nem lógunk ki a sorból. De hogy miért van szükségünk az atomenergetikai fejlesztésre, arról nagyon röviden tegyünk említést. Magyarországon több mint 43 milliárd kilovattóra villamosenergia fogy el évente. Ennek, ahogy említettem, a 36%-át a Paksi atomerőmű jelenlegi 4 blokkja állítja elő. 32%-ot importálunk, ez azért van, mert jelenleg nagy mennyiségű fosszilis bázison előállított villamosenergia van a környéken, elsősorban Lengyelországban, Csehországban és Ukrajnában, amelyek az alacsony szénár miatt kiszorították a sokkal korszerűbb és sokkal hatékonyabb gáztüzelésű erőműveket. De ez az oka elsősorban annak, hogy ilyen magas az import jelenleg Magyarországon. És a két nagy tétel, tehát a nukleáris és az import mellett a mátrahajai lignit, a gáz és kisebb mértékben a megújulók játszanak szerepet. Azt is hozzá kell tenni, hogy a 2008-as válság komolyan hatott a villamosenergia felhasználásra. 2008-at követően visszaesett a magyarországi villamosenergia felhasználás, azonban azóta növekedett a villamosenergia felhasználásunk. Az elmúlt évben, 2014-ben és 2013-hoz képest 2% fölötti volt a villamosenergia igény növekedés, és 2015-ben, 2014-hez képest még nagyobb 2,7% volt a villamosenergia igény növekedés. Mi azzal számolunk hosszú távon, hogy körülbelül ilyen 1% per év lehet a villamosenergia igény növekedés Magyarországon. Ugye ez az ábra még azt mutatja, hogy hogyan csökkent a hazai termelés, miközben nőtt a hazai felhasználás, aminek az a magyarázat, hogy jelentősen nőtt az importról, az előbb már említettem. A Magyar Országgyűlés 2011-ben fogadott el legutoljára energiastratégiát, ami foglalkozott a villamosenergia termelésnek a várható alakulásával is. Ebben több különböző forgatókönyvet értékeltek ellátásbiztonsági, klímavédelmi, munkahelyteremtési egyéb szempontból. Végül is akkor a parlament úgy döntött, hogy Magyarország az úgynevezett nukleáris szén zöld forgatókönyvet kövesse, ami azt mutatja, hogy 2030-ban ezen forgatókönyv szerint az atomenergiának, a földgáz alapú villamosenergia termelésnek és a megújulóknak lesz számottevő szerepük, és valamennyire egy hát kb. 400 megawattnyi termelő kapacitással még a mátrahajai lignit benne maradt 2030-ban a portfólióban ezen energiastratégia szerint. Meg kell említenem, hogy Magyarország az Európai Unióban az egyfőre eső villamosenergia felhasználásban az egyik legalacsonyabb fogyasztású ország. Ugye a skandinávokhoz, a norvégekhez, finnekhez nem is lehet bennünket hasonlítani, mert több mint háromszorosa a különbség, sőt, hát ugye a norvégeknél ahol óriási mennyiségű vízenergia áll rendelkezésre, majdnem hatszoros a különbség, de mondjuk, hogyha Ausztriához viszonyítjuk Magyarországot, akkor is körülbelül fele annyi villamosenergia fogy, Ausztriához képest fele annyi villamosenergia fogy Magyarországon egyfőre vetítve, mint Ausztriában. Tehát az a feltételezés, hogy az ország fejlődésére nőni fog a villamosenergia igény, azt gondolom, hogy teljesen megalapozott, és rettentően fontos szétválasztani a villamosenergia igény várható változását az összenergia igény változástól, hiszen komoly potenciál van Magyarországon a házak hőszigetelésében, de a házak hőszigetelése fűtési célú primer energia megtakarítást tud eredményezni, ami elsősorban földgáz megtakarítás lesz, nem pedig villamosenergia igény csökkenés. Tehát mi azzal számolunk, hogy egy 1% per év körüli villamosenergia igény növekedés mindenképpen jelentkezni fog a következő két évtizedben, amit kell tudni teljesíteni. A 2030-as években a mostani paksi blokkok leállnak, befejezik a működésüket, hiszen eredetileg 30 évre tervezték őket,
és még a 20 évvel meghosszabbítjuk őket, akkor is a 2030-as években le fognak állni. A paksi kapacitáson túl is még kb. 7000 megawattnyi új erőműre van szükség Magyarországon ahhoz, hogy az előbb bemutatott pályát le lehessen írni. Ennek egy harmadnyi része tud lenni a PAS 2 projekt, további forrásokra is szükség lesz, ahogy az energia stratégia elemzésénél említettem. Tehát összességében ez az az energiapolitikai környezet, amiből kiindulva a kormány 2014 elején úgy döntött, hogy Oroszországgal közvetlen tárgyalások útján megpróbál egy projektet összehozni. Ez a projekt egy államközi szerződésre alapul, amit 2014. január 14-én írt alá a két kormány. Ez az államközi szerződés rögzíti, hogy két új 1200 megawattos blokk épülne a paksi telephelyen, nyomott-vizes technológián. Rögzíti, hogy az orosz fél 80%-ban finanszírozást biztosít ehhez a projekthez, és kitűzi azt a célt, hogy a projektben kb. 40% részben magyar vállalkozások is vehessenek részt. Az államközi szerződést, amit tehát január 14-én 2014-ben aláírt a két kormány, Magyarország bemutatta az Európai Bizottságnak az aláírást megelőzően, és az aláírást megelőzően az Európai Bizottság levélben tájékoztatta a magyar felet, hogy nem emelti fogást a szerződéssel szemben. Két hónappal később született meg a finanszírozási feltételeket rögzítve államközi szerződés. Mindaz az államközi szerződés, mind pedig a finanszírozási államközi szerződés a parlament elé került, a parlament megnyitotta, elfogadta és törvényben kihirdette ezeket az államközi szerződéseket. A mi feladatunk ezután kezdődött. Én 2014. júliusától kapcsoltam be a munkába, azt a feladatot kaptam a miniszterelnökkel, hogy dolgozzuk ki azokat a szerződéseket, amelyek alapján az erőműnek az építése, működtetése lehetséges lesz. Ezt a feladatot 2014. decemberére teljesítettük, mert hogy 2014. december 9-én, tehát 5 hónappal később a PAS 2 projektársaság, illetve az orosz Rosatom egyik leányvállalata, NIIAR aláírta azt a három szerződést, amit az államközi szerződés értelmében egy megvalósítási szerződést dolgoztunk ki. A megvalósítási szerződések közül az egyik az úgynevezett EPC szerződés, a fővállalkozói szerződés, ami arról szól, hogy az orosz fél megtervez, megépít és üzembe helyez két darab VDL 1200-as blokkot a paksi telephelyen. Ezek, ahogy említettem, nyomott vizes reaktorok, amelyek a 3 plusz generációs családba tartoznak. A VDL 1000-es reaktornak a bázisán kerültek kifejlesztésre. Jelenleg építés alatt áll 2 ilyen reaktor a leningrádi telephelyen, illetve Fehéroroszországban az Ostrovets telephelyen, és ehhez nagyon hasonló reaktor fog épülni a finnországi telephelyen, a hanikói telephelyen, ahogy azt már említettem. Ez egy nagyon fejlett reaktormegoldás, aminek a kulcseleme nem csak maga ez a nyomott vizes reaktor, hanem az a dupla falú hermetikus védőépület is, ami ezt az egész reaktor technológiát körbeveszi, egy rendkívül robosztus, nagy ellenálló képességű épületben gyakorlatilag az események különböző üzemzavarok nagyon széles spektrumánál lehet biztosítani azt, hogy a környezet meg legyen óva mindenféle veszélyforrástól, ami a reaktorból származhatna. Itt ezen az ábrán egyébként nem csak a reaktor szigetet, hanem a turbina szigetet is lehet látni. Ehhez a reaktorhoz egy korszerű, egy darab 1200 megawattos gőzturbina generátor egység kapcsolódik, és a paksi telephelyen friss vízhűtésre készülünk. Ahhoz, hogy a blokkokat meg lehessen építeni, nagyon sok, körülbelül 6000 engedélyre lesz szükségünk. Az engedélyek közül ugye megszereztük még 2009-ben a parlament elhívószerelását, Magyarországon az atomtörvény értelmében nukleáris létesítmény csak a parlament elhívószerelását követően lehet megépíteni, és ennek az előkészítéséhez is szükséges ez a parlamenti elhívószerelás. Jelenleg zajlik a
telephelyengedélyezésnek az előkészítése, tudjuk az a telephely vizsgálati program, aminek az eredményét is fel kell majd használni a telephelyengedélyezésnél. Zajlik a körzetvédelmi engedélyezés, és még további nagy engedélyek is szükségesek ahhoz, hogy a létesítési engedélyt megszerezzük. A létesítési engedély birtokában lehet majd magát az építkezést a telephelyen elkezdeni. Ez a tervek szerint 2018-ban következhet be. Utána még számos további engedély kell ahhoz, hogy majd a végén 2025-ben és 2026-ban a blokkok a kereskedelmi üzemüket megkezdhessék. Én a hátralévő rövid időben igazán mindenről a két engedélyezési csomagról, a körzetvédelmi, a telephelyengedélyezésről szeretnék röviden beszélni, hogy milyen az egésznek a célja, meg mi a háttere. Azt kell tudni, hogy a körzetvédelmi engedélyezés egy körzeti hatásvizsgálati eljáráson alakul, amelyben azt kell bemutatni, hogy a létesítmény, amit létre akarunk hozni, az milyen hatást gyakorolhat a környezetére. Az építés, üzemeltetés és adott esetben a későbbi leállítást és leszerelést milyen körzeti hatásokkal bírhat. Ezt kell bemutatni, ezt kell pontosan elemezni és a hatóságokkal engedélyeztetni. A másik nagy engedélyezési csomag a telephelyengedélyezési eljárás, ami pont ellentétes célt szolgál, azt kell, hogy bemutassa, hogy a telephely és annak a környezete milyen hatásokat gyakorolhat a létesítményre. A körzetvédelmi engedélyezés arról szól, hogy a létesítmény hogyan hat a környezetre, a telephelyengedélyezés pedig azt mutatja be, hogy a környezet hogyan veszélyeztetheti, milyen kihívások elé állíthatja magát a létesítményt, illetve annak az épített mérnöki rendszereit. Mind a körzetvédelmi, mind pedig a telephelyengedélyezési eljárásnak az eredményei beépülnek a létesítési engedélyezési eljárásba, és ahogy említettem, a létesítési engedély birtokában lehet majd ténylegesen magát az építkezést a telephelyen megkezdeni. A körzeti hatásvizsgálati eljárásnak az alapdokumentuma a körzeti hatástanulmány. Ez egy több mint 2000 oldalas dokumentum, 2014-ben készítette elő a Paks 2 projekttársaság. Bemutatja magát a projektet, és azt, hogy a projekt különböző élet szakaszaiban hogyan fog a vízre, a növényekre, a levegőre, az emberekre, a társadalomra, az épített és a természet környezetre hatást gyakorolni, és bemutatja minden releváns szempontból a körzeti hatásokat. Elemzi a zajterhelést, a porterhelést, a talajvíznek a mozgásában bekövetkező változásokat. Elemzi azt, hogy az üzemeltetés milyen hőterhelést fog jelenteni a Dunára. Elemzi a radioaktív hulladékoknak a körzeti hatásait. Minden releváns szempontot figyelembe vesz. Értékeli, hogy az előmű jelenlegi telephelyén, illetve annak a körzetében milyen élővilágban, és értékeli, hogy ebben az élővilágban bekövetkezhet-e valamilyen változás, illetve milyen változás következhet be ennek a tevékenységnek a következtében. A körzeti hatástanulmányt bemutattuk az előmű közvetlen körzetében. 2015 márciusa és májusa között személyesen kerestem fel 41 települést, ahol mindenhol elmondtuk a körzeti hatástanulmánya a fő megalapításait, elvittük magát a körzeti hatástanulmányt, illetve annak az összefoglaló fejezetét. Természetesen az egész anyag több mint 2000 oldal magyar és angol nyelven teljes egészében elérhető az interneten, és a lakossági konzultációkat követően megtartottuk a hivatalos közmeghallgatást Pakson, 2015. május 7-én. A közmeghallgatást a körzetvédelmi hatóság köteles lefolytatni azért, hogy az érintett nyilvánosságtól begyűjtse a projekttel kapcsolatos észrevételeket, és ezeket az észrevételeket aztán a saját eljárásában a körzetvédelmi hatóság köteles figyelembe venni. Nagyon érdekes, egy pillanatra visszautalnék, hogy a közmeghallgatást megelőző lakossági konzultációk során a 41 településen több mint 3000 emberrel találkoztunk, és én magam arra számítottam, hogy azt fogják elsősorban kérdezni, hogy akkor most ez mennyire veszélyes, és hogy ez hogyan fogja az ő életüket veszélybe sodorni.
nem ezt kérdezték a elindul körüli emberek, hanem azt kérdezték, hogy hogy lesz ebben a munkájuk, hogy a Duna bal partjára hogyan tudnak átjutni a Paksi oldalra, vagy mikor lehetne híd a környéken, mikor jönnek az építőmunkásoknak a munkások, akiknek szálláshelyet, étel, ital kell biztosítani. Tehát azt tudom mondani, hogy mind a Duna bal partján, mind pedig a jobb partján, az elindul környékén az ott élők lehetőséget látnak ebben a beruházásban, nem pedig veszélyforrást. A május 7-i közmeghallgatással a magyarországi konzultációs szakasz gyakorlatilag bezárult, ezt követően került sor a nemzetközi közmeghallgatásokra, illetve a nemzetközi konzultációra. Azt kell tudni erről, hogy az ESZU, illetve az A20-i egyezmény szabályozza ez ilyen nagy ipari létesítményeknek, tevékenységeknek a közleti konzultációs szabályait, folyamatait. Magyarország nagyon kiterjesztően, nagyon liberálisan értelmezi ezt az ESZFOI egyezményt, és még 2012-ben az előzetes konzultáció során meghívtunk 30 európai országot ebbe a folyamatba. Megjegyzem, hogy van olyan ország Európában, aki egy hasonló atomerőmű beruházáshoz úgy áll, hogy egyáltalán nem hívja meg a szomszédait, vagy van olyan ország is, az elmúlt időszakban volt erre példa, hogy azt az egyetlen egy szomszédját hívta meg az ESZFOI folyamatba, akivel közös határfolyója van, és amely folyóra magát az atomerőművet építi. Mi nem ezt az eljárást követtük, hanem azt mondtuk, hogy Európából bárki jöjjön, ha érdekli ez a folyamat. Végül is a színek, tehát a kék, tehát a színes országok lettek meghívva, a zöld és a narancsága országok jelezték, hogy részt kívánnak venni ebben a konzultációs folyamatban az ESZFOI egyezmény értelmében. Ez 11 országot jelent. Végül is a 11 országból 7 ország kérte azt, hogy az ő saját területén lakossági konzultációra, illetve szakértői konzultációra kerüljön sor. Ezeket az eseményeket tavaly szeptember és november között bonyolítottuk le a jelzett városokban. Ha az extrémumokat akarom mondani, akkor a legnagyobb érdeklődés a bécsi közmeghallgatást kísérte, ott a Bécsi Műszaki Egyetemen egy 7 órás időtartamú közmeghallgatáson 90-en vettek részt, zöld szervezetek, kormányzati, önkormányzati tisztségviselők, illetve teljesen laikus emberek is eljöttek erre a fórumra. A másik extrémum München volt, Németország, ahol nagyon kevesen, 25-en voltak, de 2 napon keresztül zajlott a közmeghallgatás. Alapjában véve 5-6 ember foglalta le az időnket. Nagyon sok kérdésük volt, természetesen minden kérdésre válaszoltunk, de én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy egy nagyon hosszú és fárasztó esemény volt, teljesen sikeres volt. A harmadik extrémum, amit megemlítenék, az Románia, ahol a román kormány 3 közmeghallgatást is kért. Hát Nagyváradon és Temesváron 10-10 fő vett részt ezen a fórumon, alapjában véve helyi önkormányzati tisztségviselők, úgyhogy itt a lakosságok kevését tudták megmozgatni a román kormányzati képviselők, és hát a bukaresti lakossági fórum az kb. 30 főt mozgatott meg az ottani Műszaki Egyetemnek az egyik épületében volt egy 6 órás konzultáció. Tehát ez volt nagyjából a nemzetközi konzultáció. Nyugalomban zajlottak ezek a dolgok. A viszonylag kis érdeklődés mellett zajló, de hosszú német közmeghallgatások volt. Némi közjáték, de igazából ez is csak a sajtónak szólt, és nem tette lehetetlenné azt, hogy ezt kulturált körülmények között lebonyolítsuk. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy a civil lakosságot kevéssé mozgatja meg ez a téma ma Európában. Nyilván vannak zöld szervezetek, akiknek ez a küldetése, de rajtuk kívül igazából túlzottan nagy lakosságot nem látszik megmozgatni ez a téma. Ha átérünk azonban, hogy nagyon elmúlott az idő, úgyhogy ha beszéljük inkább a telephelyen kapcsolatos dolgokról, mert az még érdekes.
Nyilván a több is érdekes, de az idő rövidségére való tekintettel inkább beszéljünk még erről. Hát a másik dolog, ami most intenzíven foglalkoztat bennünket, ez a telephely engedélyezés. Úgyhogy említettem, a telephely engedélyezésnek az a célja, hogy tekintsük át, hogy a telephely milyen veszélyeket rejt magában, és ezeket a veszélyeket hogyan kell figyelembe venni a tervezés során. Illetve van egy másik nagyon fontos cél, azonosítani kell azokat a veszélyforrásokat, amelyek adott esetben kizárhatnák a telephely alkalmasságát, és meg kell győződni arról, hogy ezek a feltételek, tehát a telephely alkalmasságát kizáró feltételek az adott telephelyen nem állnak fenn. Erről majd mindjárt beszélek. A veszélyek azonosítása tekintetében külön azonosítani kell az emberi eredetű külső veszélyeket, tehát olyan veszélyeket, amelyek az ember tevékenysége következtében jöhetnek létre és veszélyeztetik magát a létesítményt, illetve természeti eredetű külső veszélyeket, minden olyan releváns veszélyforrást, ami a természetből származhat. Említettem, hogy meg kell győződni arról, hogy nincsen olyan kizáró körülmény, ami lehetetlenné tenni a létesítmény megépítését. Erre vonatkozóan a magyar nukleáris biztonsági szabályzat nagyon precízen fogalmaz, hogy milyen körülmények zárják ki a telephely atomerőmű befogadására való alkalmasságát. Az egyik alkalmatlanság lenne, hogyha lenne a telephelyen felszínre kifutó vető, ami alkalmas arra, hogy maradó elmozdulást okozzon a telephelyen. Ugye ennek az a magyarázata, hogyha lehetne olyan geofizikai esemény, aminek következtében egy maradó elváltozás jelentkezik a telephelyen, mondjuk elmozdul a talaj egy adott szinten, akkor elvileg felborulhatna az épület, amit hát nyilván nem szeretnénk, hogy egy atomerőmű épülete felboruljon. Tehát meg kell győződni arról, hogy nincsen olyan aktív felszínre kifutó elvetődés, ami maradó elmozdulást tudna okozni a telephelyen. Tehát mondjuk a Szent András törésvonalra nem lehetne atomerőmet építeni, de hát szerencsére nincsen nálunk a Szent András törésvonal. Nyilván földcsuszamlás vagy húzás veszélyes területre nem épült az ember atomerőmű, de hát szerencsére ilyen veszély a Pasi telephely egyáltalán nem fenyeget. Nem szabad atomerőmet építeni olyan helyre, ahol nagy üregek, felhagyott bánya, egy karsztos barlang vagy pincerendszer van a telephely alatt, hát megint csak ez a Pasi telephelyen nem fenyeget, de természetesen erről meg kell győződni. Nagyon fontos, hogy a talajfolyósodásnak a veszélyét értékelni kell, és ha a telephely talajfolyósodásra hajlamos, ami nálunk egyébként fennáll, akkor biztosítani kell olyan műszaki megoldásokat, amelyekkel a talajfolyósodásnak a veszélyét, magán a létesítményen ki lehet küszöbölni a megfelelő konfidencia szintet. És szintén alkalmatlanná tenni a telephelyet, hogyha nukleáris baleset elhárítási intézkedéseket nem lehetne megfelelő hatékonysággal végrehajtani. Ez megint csak nálunk nem áll fenn, de azért szerepel a magyar szabályozásban, mert New York államban építettek egyszer egy olyan atomerőművet, ami az építés követően, az üzembehelyezés előtt derült ki róla, hogy nem lehetne az erőmű környezetét, illetve New Yorknak egy részét kitelepíteni, mert nincsen olyan átviteli kapacitása a városban lévő hidaknak, amivel ennyi embert meg lehetne mozgatni egy baleseti helyzetben, és aztán ezzel az erőmű ez nem kapott üzemeltetési engedélyt. Ez megint nálunk nem áll fenn, de természetesen, de mivel hogy a hatósági előírások ezt szükségesé teszik, ezért ennek a fennállásáról is meg kell győződni. Tehát a telephely engedélyezés során be kell látnunk azt, hogy a telephely alkalmasságát kizáró körülmény nincsen a telephelyen, és ezen kívül pedig mindazokat a veszélyeket számszerűen értékelni kell, amit a nukleáris biztonsági szabályzatok felsorol. Én ide tettem a teljes szó szerint idézetét a vonatkozó szabályzatoknak. Én nem sorolom fel ezeket, majd a következő néhány fórián ki fogok térni ezeknek a lényegére. A telephely engedélyezési eljárásban tehát be kell mutatni mindazokat a veszélyeket,
amelyeket a mutáns biztonsági szabályzat előír, és földtudományi, meteorológiai, hidrológiai szempontból, balesetelmegítási szempontból értékelni kell a telepeket. Nézzük, hogy melyek azok az alapvető emberi eredetű, illetve természeti eredetű külső veszélyek, amelyek ténylegesen mélységükben értékelésre kerülnek ennek az eljárásnak a folyamatában. Tehát egyrészt az emberi eredetű külső veszélyeknél vizsgálni kell a közúti baleseteknek a hatását, tehát fel kell mérni az előbbi telephelyek körüli összes közutat, és ott meg kell győződni arról, hogy az adott szokások, amik mostani használat mellett, milyen forgalom van ezen, milyen balesetek lehetnek, és értékelni kell, hogyha mondjuk egy gázszállító autó, vagy egy kőolajszállító, vagy veszélyes anyagot szállító autó balesetet szemben az erőműhöz legközelebbi úton, akkor az abból származó lökéshullám, tűz, vennyi anyag, veszélyes anyag, vagy mérgező anyag kibocsátás nem teszi lehetővé, nem teszi lehetetlenné az erőmű biztonságos működtetését, és hogyha van ilyen veszélyforrás, akkor természetesen a tervezőnek úgy kell az erőművet megtervezni, hogy ezek ellen a veszélyek ellen a létesítmény védve legyen. Ugyanígy fel kell mérni az erőmű környékén lévő ipari létesítményeket, és meg kell arról győződni, hogy azokból milyen baj származhat, és ez a baj, ez a valamilyen balesetre az adott ipari létesítménynek milyen hatást gyakorolhat az erőművet. Külön nagyon fontos része ennek a munkának a repülőgép rázuhanásnak az értékelése. Tehát értékelni kell valószínűségi alapon, hogy milyen méretű repülő, milyen valószínűséggel eshet rá a telephelyre, és minden olyan repülőgép rázuhanást, ami 10-27. Emberénél nagyobb gyakorisággal következhet be, figyelembe kell venni a tervezés során. Továbbá a Magyar Nukleáris Biztonsági Szabályzat előírja, hogy függetlenül a valószínűségi értékeléstől posztulálni kell nagy utasszállító repülőgépnek a létesítményre való rázuhanását. Tehát függetlenül a valószínűségektől fel kell tételezni, hogy szándékosan nagy utasszállító repülőgépet rávezetnek a létesítményre, és olyan mértékű megoldásokat kell alkalmazni, amelynek következtében a létesítmény képes lesz megakadályozni egy nagy utasszállító repülőgép rázuhanása esetén is azt, hogy olyan tönkremenettel következzen be, aminek hatására nagy mennyiségű radioaktív anyag juthatnak ki a környezetbe. A környezetben bekövetkező tüzeket értékelni kell, mind a parkoló tüzek, mind pedig az erdőtüzek tekintetében. Számolni kell azzal, hogy ilyen tűz bekövetkezhet, és azt meg kell mutatni, hogy ennek milyen hatása lehet a létesítményre, és annak a figyelembevételén szükséges a tervezés során. Említettem már a robbanásokat, akár közúti, akár egyéb robbanásoknak a létesítményre gyakorolt hatását figyelembe kell venni. Ezen kívül az összes környékbeli létesítmény, így aztán a kéget vezetek át, tehát a jelenlegi vaksi blokkok, új blokkokra való hatása, elektromágneses interferenciáknak a hatása értékelendő az emberi eredeti veszélyek értékelése során. Meteorológiai veszélyek során, meteorológiai veszélyek értékelése során foglalkozni kell az extrém hőmérsékletekkel, extrém csapadék mennyiséggel, bármilyen halmazállapotú legyen is az, és extrém széllel, elemezni kell a tornádó gyakoriságot, elemezni kell azt, hogy mekkora lehet a legnagyobb tornádó a telephelyen adott valószínűségi szűrési kritérium felett, és természetesen elemezni kell azt, hogy a tornádó, ami a telephely környékén lehetséges, 100.000 éves visszatérési idő, tehát 10-25. Ember év valószínűség mellett, az milyen tárgyakat tud megragadni, felemelni, és ezeknek a repülő tárgyaknak az előbbükbe való bedobását, tornádó általi bedobását szintén figyelembe kell venni. A hidrológiai jellemzésben értékelni kell a szélsőséges vízállásokat, tehát a Dunának az extrém alacsony és extrém magas vízállását, a nagyon kevés vizet és a nagyon nagy árvizet, itt szintén 10-25. Ember év a szűrési gyakoriság, tehát a 100.000 évente bekövetkező legkisebb és legnagyobb vízállásokat kell értékelni. Foglalkozni kell a felvízi létesítmények lehetséges tönkrementeivel, tehát elemezni kell, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk a bősi
vízerőmű nem enged át semennyi vizet? Vagy mi van akkor, hogyha a bősi vízerőmű egy nagy árvizet követően maximális vízállásnál tönkre megy, eltörik a bősi vízerőmű, ez milyen árhullámot generál a Paksi telephelyen, és ezt szintén érdekelni kell a külső rendszerűzőt. Kell foglalkozni a partfalcsúszamlásokkal, tehát például valahol Dunói város, illetve Dunaföldvár környékén is van löszfal a Duna mellett, hogyha ez bele csúszna a Dunába, akkor ennek milyen hatása lehetne a Paksi létesítményre. Szintén, ahogy említettem, a talajfolyósodással foglalkozni kell. Szakterületek a földtani kutatási programban. A földtani kutatási programban azt kell tenni, hogy a telephelyi vizsgálatnak egy kiemelt területe a földtani veszélyeket, annak ellenére, hogy nagyon jól ismerjük a telephelyet, újra kell értékelni, mert az új létesítményre, ahogy említettem, 100 000 évente visszatérő gyakoriságú, vagy 100 000 évente visszatérő eseményeket kell figyelembe venni, és ehhez a legmodernebb eszközöket alkalmazunk. Jelenleg zajlik ez a földtani kutatási program. Itt mindenféle szeizmológiai és egyéb geofizikai vizsgálatok zajlanak, űrgeodéziai vizsgálatok, új térképezési vizsgálatok zajlanak, rengeteg minden. Készült még 2014-ben egy háromdimenziós szeizmikus mérésről az erőmű 300 négyzetkilométeres körzetében, ahol gyakorlatilag megújtra hangozták a Földnek a felső 1 kilométeres rétegét, egy nagyon finom hálófelbontással, és ennek segítségével, meg a háromdimenziós szeizmikus mérésosztatnak a segítségével meghatározták azt, hogy milyen a finom szerkezete a felső 1 kilométernek. Épült, most már múlt időben lehet mondani, mert nemrégen végbelésen üzembehelyezésre került 5 új mikroszeizmikus mérőállomás. Ezek csatlakoznak ahhoz a mikroszeizmikus mérőhálózat rendszerhez, ami már ma is működik az erőmű, az atomerőmű környékén. Az új mérőállomásoknak, ennek az 5 új mérőállomásnak az a specialitása, ezek 150 méter mély kutakban lettek elhelyezve. Ennek következtében teljesen mentesek ezek a mérések a környezeti zajoktól, tehát hogyha elmegy a környéken egy traktor, vagy állatok hozódnak, akkor ezek egyáltalán nem jelenik meg a mérésben, mert mélyen 150 méter mélyen van lent az eszköz. És nagyon érdekes, március 1-én vették üzembe, akkor még nem hivatalosan, csak próbaüzembe ezt az 5 új mérőállomás, és március 2-án történt a nagy szumátrai földrengés, talán emlékszünk rá, nem olyan régen volt, és ilyen jelet produkáltak az új mérőállomások a szumátrai földrengésre, tehát egy rendkívül érzékeny és nagyon pici zajra terhelt 5 új mikroszeizmikus mérőállomás került itt kiépítésre, tehát gyakorlatilag egyes magnitúdó fölött már képesek regisztrálni a környébeli földrengéseket, ezek nagyon értékes adatokat fognak majd szolgáltatni, nem csak az erőmű közvetlen körzetének, hanem az egész Kárpát-medencének a szeizmicitásával kapcsolatban. Készültek fúrások, geofizikai fúrások, összesen 8 nagymérségű fúrás került mélyítésre a telephely környékén. Ezek közül a legnagyobb fúrás az 2 kilométert megközelítő mélységben hatolt le. Összesen majdnem 8000 méternyi fúrás készült. Még nincsenek teljesen készen, de már nagyon közel vagyunk ennek a programnak a végéhez. A teljes 8 kilométernyi fúrómag magtárba került, és ezek gyakorlatilag megőrzésre kerülnek egészen az erőmű üzemidejének a végéig. Természetesen, tehát ezek ilyen magfúrások, a fúrás maga úgy történt meg, hogy magát a magot
kiemelték a fúrásból, és a teljes 8 kilométernyi hosszat a geológus, geofizikus kollégák leírták, jelentették, és az összes releváns anyagtulajdonságukat meghatározták. A nagymérségű fúrások mellett készültek még sekélyfúrások, a telephelyen kívül több mint 20 darab sekélyfúrás készült, a telephelyen belül pedig még több. Ez a kisebb mérségű fúrások. Itt lehet látni a telephelyet, ugye itt ez a jelenlegi hideg vízcsatorna, illetve a meleg vízcsatorna, a mostani blokkok azok itt találhatóak, és lehet látni, hogy a különböző fúrások ehhez képest hol helyezkedtek el. Tehát nagyon alapos vizsgálat történt a telephely pontos geofizikai paramétereinek a meghatározására. Összességében azt tudom mondani, hogy a begyűjtött adatok, illetve a rendelkezésünkre álló adatok alapján a telephely engedélyezés lefolytatható lesz, és a körzeti hatásvizsgálati eljárás, illetve a telephely engedélyezési eljárás eredményei mind-mind be fognak épülni a létesítési engedélyezési eljárásba. Ez a legnagyobb eljárási lépés, a létesítési engedélyi kérelemnek a részét képezi az úgynevezett előzetes biztonsági jelentés, ami egy több mint 10 000 oldal terjedelmi dokumentum lesz. Ebben lesznek leírva azok a biztonsági megoldások, illetve a biztonsági megoldásokhoz kapcsolódó biztonsági elemzések, ami alapján a nukleárbiztonsági hatóság képes lesz megítélni, hogy az erőmű tervei teljesítik-e a nukleárbiztonsági szabályzatokban szereplő célkitűzéseket, és az alapján fogják tudni magát az erőművet engedélyezni. A legszigorúbb európai előírások beépültek évekkel ezelőtt a magyar engedélyezési rendszerbe. Én azt gondolom, hogy az az erőmű, ami a vastelepén nem épül, az az európai időtelepén bárhol engedélyeztethető lenne, nyilván mert olyan országban, ahol hajlandó a politika konszidálni azt, hogy atomerőművel villamos energiát termeljen, tehát a legkorszerűbb nukleáris biztonsági elvárásoknak megfelelő erőművet építünk a Paksi telephelyen, azért, hogy 60 vagy akár 80 évig ezek a blokkok adják a magyarországi villamos energia szükségletnek egy körülbelül 40%-át. Hát itt tartunk most, rengeteg munka van mögöttünk, de ennél még sokkal több előttünk. Először 2018-ig elsősorban a papírunk, aztán utána pedig a tényleges építési feladatok. Lesz mit még csinálni. Köszönöm szépen a figyelmet! Két kérdésem van és egy apró információ. Hanyas földrengés erősségre egyébként az 1-es és a 2-es statikailag, ezt szabad legyen mindjárt kérdeznem. Igen, hát az első megjegyzésre annyit szeretném mondani, hogy könyvet még nem írtunk, egészen biztosan fog ilyen készülni. Ugye ma már az egyetemisták elsősorban nem is nyomtatott könyvekből, hanem mindenféle más forrásokból tájékozódnak, és adott esetben a sajtó is más forrásokat használ. Úgyhogy a projekthez kapcsolódó legfontosabb információkat egy blogon tesszük közzének. Én vezetek egy blogot, amit nagyon könnyű egy egyszerű Google kereséssel megtalálni. Ott számos írás van már most is fent, illetve a Paks 2 projekttársaságnak van egy weblapja, ahol szintén
különböző képi és írott információ hozzáférhető, és hát fogunk még írott anyagokat készíteni, nyilván részletesebbeket is. Jelenleg ezek az előadások, illetve rövidebb írások állnak rendelkezésre. Egyébként a geofizikai, geotechnikai ügyeiben nem régen az akadémiai nagy héten tartottunk egy hosszú eseményt a Tudományos Akadémiai épületében, és épp a napokban fognak az ezzel kapcsolatos anyagok felkerülni az internetre, tehát az összes előadás elérhető lesz az interneten bárki számára. Most a földrengéssel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy tehát az új blokkokra vonatkozó nukleáris biztonsági követelmények, azt tudom mondani, hogy a legszigorúbbak tekintetben Európában, 100 000 évente visszatérő földrengést kell elemezni és figyelembe venni a tervezési alapban az új blokkokra vonatkozóan. Ez a követelmény a régi blokkoknál 10 000 éves visszatérési idejű földrengéseket írt elő. Ami ugye a földrengésnél önnek nyilván nem kell mondanom, de én a többieknek mondom, hogy a földrengésnél nem csak az a kérdés, hogy mekkora maga a földrengés, hanem az még talán még fontosabb, hogy hol van maga a földrengés, tehát az erőműhöz képest hol történik maga a földrengés, milyen távol, milyen mélységben, és utána az a rengés, ami történik valahol, nyilván valamilyen szerkezethez kötődik maga a földrengés, az milyen csillapítással tud eljutni a telephelyhez, és utána milyen csillapítással adódik át magára a szerkezetre. Mindezt a bonyolult hatásmechanizmust a mérnök, mármint az atomerőművet tervező mérnök, a földfelszíni gyorsulás, szabadfelszíni gyorsulás értékében írja le, mert a gyorsulásból tud erőt számolni, és aztán az erővel tudja kiszámolni, hogy a szerkezetnek milyen terhelése lesz, és ezzel a szerkezetet hogyan lehet megvédeni. A régi blokkoknál ez a szabadfelszíni gyorsulás csúcsérték, ez 0,25 g volt, tehát a gravitációs gyorsulásnak a 25%-a, amit a régi blokkoknál figyelembe vettünk. Az új blokkokra vonatkozóan ez az érték még nincsen meg, mert még zajlik ez a vizsgálat. Azt gondoljuk a korábbi elemzések eredményei alapján, hogy itt ugye 10-5-en per év gyakorisságú földrengést kell figyelembe venni, ehhez valószínűleg ilyen 0,35 g körüli peak and acceleration, tehát a szabadfeszti gyorsulás csúcsértékkel fog adódni. Hát nagy valószínűséggel az új blokkokat erre a 0,35 g körüli értékre fogják majd tervezni. Mondom, ez az adat még ennek a vizsgálatnak az eredményeként még nem született meg, de a korábbi jelentések alapján nagyjából ide válik ennek az értékét. Másik kérdésem, hogy egyre gyakoribb lehet ugye az extrém alacsony vízállása Dunánál, a hideg csatornán ugye nincs kellő víztermelési lehetőség. Van-e valami tartalék megoldás, hogyha az ön által is említett? Abszolút. Nem 100 évszázad múlva, nem holnap nyáron következik. Igen. Ez nagyon fontos, amit mond, ez teljesen így van, hogy attól, hogy 100 000 évente előforduló eseményeket kell vizsgálni, ettől még az a 100 000 évente, tehát a 15. év gyakoriságú vagy valószínűségű esemény akár holnap is bekövetkezhet. Ugye ez minden tovább egyébként benne van a természet játékában. Azt kell tudni, hogy ezeknél a vizsgálatoknál, mind a telephely engedélyezés során keletkező dokumentumoknál, mind pedig a közötti hatástanulmánynál számoltunk a klímaváltozással. Tehát olyan modellek kerültek felhasználásra, amelyek figyelembe veszik a klímaváltozásnak a következményeit. Ugye a klímaváltozásból azt látjuk, hogy az extrémumok azok gyakoribbá válnak, tehát gyakrabban jelentkeznek extrém értékek, munkok az extrém értékek is növekednek. És nagyon érdekes, hogy ezek a vizsgálatok azt mutatják, hogy az árvíz szintek azok növekszenek a klímaváltozással, mert gyakrabban vannak nagy csapadékmennyiségek, ugyanakkor a kisvíz szintek azok meg szintén növekszenek a klímaváltozással, de ettől függetlenül lehetnek nagyon kis vízállások is. Azokra az esetekre, amikor nagyon kevés víz van a Dunában, akkor már nem a normál üzem biztosítása a feladat, hanem a biztonságos leállított állapotban tartás.
ezekre az állapotokra, adott esetben mondjuk egy olyan állapotra, amikor teljesen kiürülne a Duna, tehát nem tudunk elképzelni, hogy mi az a fizikai folyamat, de a kínnák a szlovákok, vagy elterelnék, vagy beleesne a Gellérhegy a Dunába, és elterülődne a Dunahoz a földre. Erre az esetre még egyszer, tehát nem az organizmat kell biztosítani, hanem a biztonságos leállítást és fűtést. Erre az esetre több vízforrás is rendelkezésre áll a telephelyen. Vannak úgynevezett parti szűrési utak már most is, és ezek a jövőben is fenntartásra kerülnek, amelyekben rétegvizet lehet elérni. Ezek több tíz méter mélyen lévő rétegek, amelyek függetlenek valójában a Dunától. Tehát az a mennyiségű víz, ami a leállított állapotban a hűtéshez szükséges, az ezekből a utakból kinyerhető. Ha ez a vízforrás sem áll a rendelkezésre, akkor a telephelyen van több nagyméretű horgásztó, amiben nagy mennyiségű víz található. Ez a víz szintén használható ilyen extrém helyzetben, de ugye ez már a harmadik tartalék megoldás, mert a blokkokon lesznek olyan biztonsági hűtővízrendszerek, amelyek közvetlenül a levegőbe tudnak hőt elvezetni, tehát a vízutánpótlás megszűnése esetén is biztosított a biztonsági hűtővízrendszereknek a hűtése. Köszönöm, és mondtam, hogy egy apró információ, a Műegyetemen a fotogrammetriai kiállító szekrényben látható az a epirogenetikus űrgeodéziai diagram, amit körülbelül 2000-től készítenek. A két viszonyított pont egymáshoz képest azóta 1 centivel hozzult el, tehát van horizontális mozgás, felszíni vető nincs, de hát nyilván ezt ugye figyelembe vették. És még egyszer nagyon köszönjük ezt a teljes értékéről. Köszönöm szépen, és meg tudom erősíteni, hogy a legújabb vizsgálatok, amelyek most készültek ennek a programnak a keretében, azok szintén ezt a kb. 1 mm per év sebességű elmozdulást mutatják a műholdképeknek, illetve a GPS szondáknak az értékelése alapján. Hát Közép-Magyarországon egy kb. 1 mm per év sebességű vízszintes elmozdulás van, ugyanakkor nem látunk nyírást a Paksi telephelyen, tehát még nincsen az, hogy a telephely egyik része ebbe az irányba, a másik része meg a másik irányba menne ezzel a sebességgel. Tehát abszolút a mostani vizsgálatok alátámasztják ezt a 1 cm per 10-15 év, illetve ahogy mondom 1 mm per év körüli sebességet. Abszolút ugyanezt kaptuk a legújabb vizsgálatokkal is. Hát végülis van írásosan, mert 2000 oldal van. Hát igen, a körzetem hatás vizsgálata vonatkozóan, igen. Volt kérdés. Csernobillal kapcsolatban lehet egy kérdés. Abszolút, persze. Személyes dolog. Az unokám 86. februárban született. Mi május 1-én vidáman napoztunk vele együtt a Tiszaparton. Ő most 30 éves, nem egy csemevész gyerek, 190 centis, hosszú ideig első osztályú vízipólós volt. Akkor hagyta abban, amikor Párizsba kikerült a Francia Filmakadémiába, ott is végzett, amerikai filmiparban dolgozik, nagyon kemény munkát dolgoznak, állandó fáradtságra panaszkodik, meg izomgörcsei vannak, állandóan masszírozni kell. Lehet-e összefüggés a kettő között, illetve ha van, hol lehet ezt megállapítani és kezelni esetleg? Ez azért nehéz, mert olyan kórképet tetszik leírni, ami számos dologból származhat. Én őszintén szólva azt gondolnám, hogy nagyon pici annak a valószínűsége, hogy ezzel a 86-os eseménnyel ennek bármiféle kapcsolata van. Őszintén szólva én is érzek elég komoly izomfájdalmakat rendszeresen, ami én elsősorban a stressznek tudok be, és próbálok edzéssel ellene tartani, de nem egyszerű. Azt kell tudni, hogy a Csernobili balesetben Magyarországra került radioaktivitás az összességében az első évben körülbelül olyan fél millisievert többletdózist adott a magyar lakosság átlagának,
és a teljes élettartam többletdózisunk Csernobil miatt körülbelül 1 millisievert. Most, hogy ezt lehessen valamihez viszonyítani, a természetes háttérsugárzásból, a kozmoszból, illetve a földkerekből érkező sugárzásból származó dózisunk az olyan 2,5 millisievert évente. Tehát a Csernobil utáni egy év alatt az éves természetes háttérnek a 20%-át kaptuk meg többletben a csernobili kibocsátás miatt, és a teljes életünk alatt, 70 év alatt körülbelül az egyéni természetes háttérnak a 20%-át. Jól mondom? Na most én ezt tudom, mert akkor ezt nagyon megmagyarázták, ugyanígy. Hol lehet erről meggyőződni? Ugye az a helyzet, hogyha a fiatal embernél nem volt 86 április-májusában doziméter, tehát nem lett az ő dózisa akkor mérve, akkor... Nem április, hát az májusban volt április 26-án. Csernobil, és május 1-én napozott az egész ország, mert ragyogó napos május 1-e volt. Volt, aki fölvonult, mi nem vonultunk föl, hanem a Tisza parton napoztunk. Tehát, ha akkoriban nem volt nála doziméter, akkor ma már nem tudjuk megmondani, hogy mekkora dózist kapott. Senkinek sem volt akkor. Kicsi a valószínűsége annak, még egyszer mondom, hogy ő számottevő dózist kapott volna, ha a Tisza parton volt, az nem tudom, hogy a Tiszának melyik részén. Hát akkor azt tudom mondani, hogy vannak erre vonatkozóan mérések, vannak térképek. Ugye meglepő módon a szennyeződés Csernobilból hozzánk nem az ukrán-magyar határon jött, hanem, azt tudom, Svédország, hanem az osztrák határ irányából jött. Tehát igazándiból, ami a magyar átlaghoz képest nagyobb dózist kapott, az Győr-Moson-Sopron megye, illetve Budapest volt a csapadék viszonyok függvényében. Kelet-Magyarország a legkevésbé érintett területekhez tartozik. Hát erről meggyőződni nem lehet sem. A konklúzió vége. Nézze, ehhez valószínűséget lehet társítani, ahogy mondtam, nagyon pici a valószínűsége annak, hogy neki ezzel az eseményi összefüggésben jelentkezne ez a problémája. Köszönöm. Hát kicsit morbid, amit mondott, ha ilyen hatása lett volna a Csernobil, hogy 190 cm magas vízibolgósok, meg filmiparban, nem tudom, ilyen sikereket elérő, az úgy jól lesz. Igen, szóval, hogy most ezért mondtam, hogy igazán... Hát kicsi a valószínűsége. Igen, na hát van egy kérdés, hozzászólás. Tessék, hogy a hulladékok tekintetében ketté vagy három felé kell választanom a választ. Az atomerőműben keletkeznek úgynevezett kis és közepes aktivitású hulladékok. Ezek elsősorban a működtetés során keletkező különböző anyagok, szerszámok, eszközök, védőfelszerelések, illetve karbantartási anyagok, és ugyanígy a leszerelés során is fog keletkezni kis és közepes aktivitású hulladékok. Ezt a Bátalapátiban működő föld alatti tárolóban fogjuk tudni elhelyezni. Ugye Magyarország élenjáratban a tekintetben, mert számos országban nincsen még ilyen tároló, nálunk ez már üzemben van véve, és a vizsgálatok szerint a Bátalapáti létesítmény minden további nélkül be fogja tudni fogadni nem csak a mostani blokkoknak, hanem az új blokkoknak is a kis és közvetlenítási hulladékát. Tehát itt új létesítményt nem kell építeni, a megőrzőt kell használni, abban új kamrákat kell ott 300 méter mélyen kialakítani, és ott abban az ilyenikus hulladékot el lehet már helyezni. Megjegyzem, hogy az új blokkok hatékonyabbak, tehát ennek következtében egy megavatóra villamos energiára vetítve kevesebb hulladék fog keletkezni ezekben a blokkokon, mint a mostani blokkokban. A második kategória, amiről beszélni kell, a nagy aktivitású hulladék, ami az üzemeltetés során kevés keletkezik, évente kb. 1 köbméter, és a leszerelés során fog keletkezni néhány száz köbméter, ez nagyon kicsi mennyiség.
gyakorlatilag elfér ebben a teremben. Ez a leszerelési nagyaktivitású, illetve üzemeltetési nagyaktivitású hulladék, ez egy külön erre a célra megépítendő meteorológiai tárolóban helyezhető el. És ahogy mondtam, van egy harmadik kategória, ez a kiégett atomerőmű üzemanyag, ami a mai magyar törvényi szabályozás értelmében nem hulladék, de ugyanakkor kell vele majd valamit kezdeni. Jelenleg a kiégett kazettákat a Paksi atomerőmű telephelyére, gyárkati tárolóban tároljuk, és kidolgoztunk egy úgynevezett nemzeti programot, amit tavaly augusztusban benyújtottunk az Európai Bizottságnak. Ennek a programnak a megvalósítása mentén kívánjuk meghatározni majd azt a pontos műszaki megoldást, amivel ezekről a kiégett üzemanyag kazettákról gondoskodunk. Az előadásom elején említettem a magyar-orosz államközi megállapodást, ami lehetővé teszi, hogy Oroszországban visszaszállítsunk ilyen kiégett üzemanyagot. Ez mind a megújuló blokkok, mind az új blokkok esetében egy nyitva álló opció. Ha elolvassa ezt az államközi szerződést, akkor abban az szerepel, hogy Oroszország visszafogadja a kiégett üzemanyagot átmeneti tárolásra és vagy reprocesszálásra. Ugye itt azért van ez az és vagy kapcsolat, mert lehetséges az, hogy kiszállítjuk, ők ott tárolják, és aztán a végén visszakerül Magyarországra, amikor a végleges elhelyezésre szükséges létesítmény rendelkezésre áll, vagy kiszállítjuk, feldolgozzák, és a feldolgozásból megmaradó hulladékot, ami a teljes mennyiségnek egy tört része, körülbelül 5%-a a kiégett üzemanyagnak maga a hulladék, ezt üvegesített formában szállítják vissza Magyarországra, és ezt az üvegesített hulladékot kell elhelyezni. Ehhez kell majd egy tároló létesítmény. Ugye a legelőre haladottabb kutatások a mecsekben, a nyugat mecsekben vannak ezzel kapcsolatban. Ott a volt uránbányához közel van egy olyan geológiai formáció, egy agyakő, ami a vizsgálatok szerint alkalmas lenne arra, hogy ezt a létesítményt befogadja, és ezeket a hulladékokat ott ellensen helyez mélyen, 5-600 méter mélységben. De ahogy említettem, ehhez végig kell vinnünk azt a kutatási programot, amit az Európai Bizottságnak bemutattunk. Az az elvárás és az előírás, az az alapelv az Európai Unióban, hogy mindenki gondoskodjon a saját hulladékának az elhelyezéséről, hogy mi is erre készülünk. Ezt a kutatási programot végig kell vinni, akár ott a bodai telephelyen, akár egy másik telephelyen, és meg kell építeni ezt a végső tárolót. Ezt meg kell tennünk az új blokkok, és meg kell tennünk a régi blokkok tekintetében egyaránt, hiszen mind a két típusnál keletkezik kiégett üzemanyag. Ez a program mentén, amit az előbb mondtam. Nagyon részletesen hallottunk róla, és örömmel töltel, hogy műszaki környezetkihatási vizsgálatokat és engedélyi ellenállásokat milyen jó színvonalon elvégezték. Ami kérdésem lenne az, hogy gazdaságossági számítások készültek-e, és milyen mutató jött ki ahhoz, hogy a tervezéstől kezdve egészen a megszüntetésig minden figyelembe véve hány év a megtérülési idő? Egyáltalán megtérül-e a... És az örömmel tölt el, hogy a hármas kategória, a hármas plusz kategóriájú, tehát modern atomerőmű lesz. Viszont figyelembe vették-e a létesítéskor a zöld energiákat is? Tehát a szél, turbinákat, napenergia, napelemeket, amelyeknek tudomásom szerint jóval kisebb a bekerülési költségük és jobb a megtérülésük. Köszönöm. Tiszta a kérdés, köszönöm szépen. A megtérüléssel kapcsolatban egyrészt azt szeretném mondani, hogy igen, készültek ilyen számítások. 2014-ben, amikor az államközi szerződés aláírásra került, akkor én magam voltam az első egyike, aki az erre vonatkozó költségszámításokat elvégeztem, és a Modern Energetika című folyóiratban közé is tettem. A legújabb számítások, amit nemzetközi tanácsadók bevonásával készítettek a magyar kormány,
hasonló eredményeket mutatnak, mint amit én akkor 2004-ben kiszámoltam. Az önköltsége ennek a két műholdnak valahol 50 és 57 euró per megawattóra környékén lesz, ami átszámolva durván 15-17 forint per kilowattóra önköltségi árat jelent. Tehát ez az a költség, ami felmerül a villamosenergia előállítása során. Ebben a költségben, ebben az 50-57 euró per megawattórában minden költségelem figyelembe van véve. Benne van a tőke, ami szükséges ahhoz, hogy ezt az erőművet meg lehessen építeni. Benne van a tőkének a kamata, mert ugye a pénznek is van ára. Benne van az üzemeltetésnek, a karbantartásnak, a majdani leszerelésnek a költsége, hiszen a leszerelési fedezetet azt a mostani atomerőműnél is a működés során halmozzuk fel, hogy az atomerőmű körülbelül 2 forintot fizet be kilowattóránként a központi utalás pénzügyi alapba, amiből aztán majd a leszerelésnek és a hulladékkezelésnek a költségeit fedezni fogják. Tehát ez a 15-17 forint per kilowattóra, ez az önköltségi ár. Most, hogy mennyi idő alatt térül meg a beruházás, az attól függ, hogy milyen árakat lehet a piacon prognosztizálni, illetve hát nem is, hogy milyen árakat lehet prognosztizálni, hanem milyen árak lesznek a piacon akkor, amikor az erőmű termeli a villamos energiát. Na most az árak tekintetében szintén állnak rendelkezésünkre elemzések. A leginkább a német gazdasági minisztériumnak az elemzésére alapoztuk a legutolsó megtérési számításokat. Ezek azt mutatják, tehát még egyszer mondom, a német gazdasági minisztériumnak az előjelzései azt mutatják, hogy 2025-ben körülbelül olyan 65 euró per megawattóra környékére várható a villamosenergia nagykereskedelmi ára a villamosenergia piacon. És ezt illetően maguk a németek azzal számolnak, hogy ez növekedni fog 80-85 euró per megawattóra környékére 2030-2035 időszakára. Ennek a növekedésnek az az oka, hogy egyrészt azzal kell számolni, hogy azok az erőművek, amelyek ma a villamosenergia termelésnek a törzsét adják, azok tipikusan a 30 év körüli, vagy kicsit több mint 30 év körüli átlag életkorúak, és a szénerőműveknek, meg a gázerőműveknek, meg minden erőműnek, a szél erőműveknek is van egy élettartama, különböző élettartamuk van. Tehát szükség lesz ezeknek az erőműveknek a cseréjére. A másik nagyon fontos tényező, ami befolyásolja majd a villamosenergia piaci árát, az a széndioxidnak az ára. De tudni kell, hogy az Európai Unió bevezetett egy széndioxid kereskedelmi rendszert, ami őszintén szóval csődött, mondott, kudarcot vallott. Egyszerűen ugye bevezettek kvótákat, amelyeket az országok rendelkezésére bocsátottak, és létrehoztak egy piacot, amin lehet kereskedni ezekkel a kvótákkal, de különböző okokból kifolyólag ezen a szén-dioxid piacon nem alakult ki olyan ár, mint amit számítottak, és ennek következtében a szén-dioxid kereskedelmi nem befolyás a fosszilis tüzelési erőműveknek a termelésére. Arra számítottak, hogy valahol 20-30 euró per tonna körül lesz a piacon a szén-dioxid ára, és jelenleg 2-3 euró per tonna környékén. Az Európai Bizottság intenzíven dolgozik azon, hogy ezen változtasson, mert azokat a célkitűzéseket, amiket Kyotóban, meg aztán a következő klímavédelmi konferenciákon és legutóbb Párizsban megfogalmaztak a felek, azokat nem lehet öbletett kézzel várva megvalósítani. Csak akkor fognak ezek a célkitűzések, ugye a szén-dioxid kibocsátás visszafogására vonatkozó célkitűzések teljesülni, valamit érdemben teszünk is. És a bizottság, az Európai Bizottság elkötelezett amellett, hogy ezt piaci körülmények között akarja megvalósítani, azt ugye tenők kivonnak kvótákat a piacról, és így nyomják fel az árat. Most ilyen 30 és 40 euró per tonna körüli szén-dioxid árakat emelgetnek. Ennek az érzékelésére annyit érdemes tudni, hogy ugye Magyarországon a legfontosabb fosszilis erőmű az a mátrai erőmű, de Németországban is nagyon sok barnaszén, illetve lignit felhasználás van. Egy ilyen erőműnél, hogyha 40 euró per tonnás szén-dioxid árral számolunk, akkor csak magának a szén-dioxid kvótának a megvásárlása, ez kb. 50 euró per megawattóra költséget jelent.
Tehát később kell, hogy egy lignit erőműnek a szén-dioxid ára durván 50, most nagyságrendjét tekintve, 50 euró per megawatt óra, és akkor még nem építettem meg, nem vettem meg hozzá a szenet, nem működtettem, nem fizettem ki a karbantartókat, stb. Stb. Nálunk pedig az önköltség minden figyelembe véve 50 és 55 euró környékén lesz megawatt óránként, úgyhogy ebben minden költsége nem szerepel. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a villamosenergia ára ezen a 65-70-80 euró per megawatt óra körüli tartományban fog mozogni a nagykereskedelmi piacon a 20-as évek második felétől, és ilyen körülmények között a megtérülésnek a feltételei minden további nélkül adottak. Most a megújulókra vonatkozóan azért vettem elő ezt az ábrát, mert sajnos a mindennapi politikai közbeszéd bizonyos szereplői azt próbálják sugallni, hogy az atomerőmű a megújulókkal versenyez. Vagy az atomerőmű viszonyítja a megújulókat, de ez egyszerűen nem így van. Ha ezt a klímavédelmi célkitűzést komolyan veszük, amit a politikusok elhatároztak, akkor azt kell belátnunk, hogy a megújulók, meg az atomenergia együtt versenyeznek, együtt a fosszilisek ellen. Mert a cél, hogy 450 ppm-ben megálljon a szén-dioxidnak a légköri koncentrációja, csak úgy érhető el, hogyha a fosszilis energia felhasználást visszaszorítjuk. Ehhez pedig szén-dioxidot ki nem bocsátó, fosszilis energiát nem használó erőművekre van szükség, megújulókra és atomerőművekre. Hiszen ma az atomerőművek a legnagyobb szén-dioxid kibocsátás mentes termelő. A magyar energiapolitika azt tartalmazza, hogy a jelenlegi körül 7%-ról 2030-ra 16%-ra nőjön a megújulókra részesedése a villamos energiában. Ugye nem csak villamos energia termelésre használunk energiahordozókat, hanem fűtésre, közlekedésre, ipari célokra is, ott is van lehetőség arra, hogy a megújuló növekedjenek. És azt is nagyon érdekes és nagyon fontos tudni, hogy a villamos energia szolgáltatás egy folyamatos szolgáltatás. Éjjel-nappal, napi 24 órában, heti 7 napban, évi 365 napban folyamatosan kell, hogy legyen villan. Ezt széllel vagy nappal biztosítani, szélenergiával, napenergiával biztosítani nem lehet. Szélenergia és a napenergia egy nagyon fontos kiegészítő energiaforrás. Amikor van, akkor lehet használni, de amikor nem fúj a szél és nem süt a nap, akkor nem lehet használni. Ezért kell egy alapterhelést elvívő erőmű a magyar rendszerbe, ez az atomerőmű 30 éve, és azt tervezzük, hogy a következő 100 évben is ez legyen. De ő az alap. Ő fölötte ott van még 60% más, ebben a 60%-ban jelentős szerepet kaphatnak a megújulók. Amik egyébként gazdaságilag nem mutatnak jobb számokat, mint az atomenergia. Ugye Németországban, Spanyolországban, Dániában óriási támogatási összegek kapcsolódnak a megújulókhoz. Ilyen támogatás az atomenergiánál nincsen szükség állami támogatásra. És hát pontos, precíz elemzések vannak ezzel kapcsolatban, az OECD energiaügynökség évente tesz közzé ilyen számításokat. Tehát azt látjuk ezekből az elemzésekből, hogy a legújabb szél- és naperőművi projektek is valamennyivel drágában adják a villamos energiát az összköltséget tekintve, mint az otomerőmű. Plusz nem állnak folyamatosan rendelkezésre. Én ezt kell látni, hogy nem állnak folyamatosan rendelkezésre. De mondom, rossz az a... Bocsánat, majd rövid lesz a dolog. Hallgatom, hogy van egy előadás tőled az egyetemen, ahol ugyanazokat a lehetőségeket fölvetett, hogy lehet ez a többek között a rossz atomnak is a berendezése, és akkor arról volt, hogy egy tetvenkírás fog következni, hiszen 3-4 éve volt, nem tudod pontosan, hogy fogod, nem következett be. Mi az oka annak, hogy tetvenkírás nélkül ezt választottuk? Műszaki oka van, vagy politikai oka van? Ha politikai, akkor nem sokat beszélni, ha műszaki, akkor meg fogjuk nyugodni. Ez egyik. A másik, amit nagyon sokszor nekem is föltesznek, és gondolom más műszaki embernek is föltesznek kérdésnek, hogy föl tud-e robbanni az atomerőmű atomrobbanással? Ugye a Csernobillal kapcsolatban is fölmerült, hogy mi volt atomrobbanás, kímélő
föl tud-e lépni az atomerőmű, úgy, hogy atomrobbanás történik? Erre nagyon könnyű válasz, hogy nem. Nem tud. Tehát nekem nem biztos, hogy az atombombának a fizikája, meg az atomreaktornak a fizikája teljesen más. Másra tervezik őket, és más folyamatok játszódnak le, tehát nem tud így felrobbanni. Olyan biztos, hogy egy funkciók vannak beépítve az atomerőműbe, hogy minden további nélkül lesz teljesen. De mondom már, maga a reaktor összeállítása más. Az első kérdésre a válasz a következő, ez nem olyan egyszerű, de megpróbálom nagyon röviden elmondani. Tehát tenderre készültünk, igen. Ennek megfelelően készítettük elő minden dokumentumot. Ugyanakkor ennek a munkának a során világosá vált, hogy a műszaki oldal az egyik, de a finanszírozás a másik kérdés, amit meg kell oldani. És a vizsgálaton oda vezetett, hogy világosá vált, hogy nincsen olyan finanszírozás, ami a számunkra rendelkezésre állna. Ezt a projektet el kellett kezdeni, mert hosszú az előkészítés és a megvalósítás. Látjuk, hogy az Európai Bizottság is kérdéseket tesz fel, ami adott esetben hátráltathatja ennek a projektnek a megvalósítását, tehát időben el kellett ezt kezdeni. És bizony 2014 magasságában ennél sokkal rosszabb feltételekkel lehetett volna a pénzpiacokról pénzt felvenni, ha egyáltalán lehetett volna ennyit. Ugye azt kell látni, hogy a nagy nemzetközi pénzügyi szervezetek mindenféle járulékos feltételeket támasztanak, másrészt pedig ez egy nagyon egyedi finanszírozás, amit az oroszok kínálnak. Tehát az, hogy 10 évig lehet behívni, utána az üzemeltetés megkezdését követően 21 évig lehet visszafizetni. Ebben az időszakban 4,5% az átlagos kamat. Ezek mind olyan feltételek, amik egy pénzpiaci hitelnél egyszerűen nem állnak rendelkezésre. Nincsen ilyen futamidejű finanszírozás. És ez volt egy kulcselem, ami alapján a kormány belátta, hogy nincsen értelme tendernek, mert a műszaki oldalon hiába választott ki egy technológiát, ha nem tudom finanszírozni. Tehát az oroszok egy olyan csomagot kínáltak, finanszírozás, 3+ generációs reaktor, üzemanyagellátás, hulladékkezelés, ami nem állt rendelkezésre más szállítótól a piacon. Azt is látni kell, hogy az orosz megoldás rendkívül fejlett. Tehát minden további nélkül, minden tekintetben abszolút kiállja a versenyt az összes más alternatívával szemben műszaki szempontból. Az oroszoknak az is egy óriási előnyük, hogy ők építettek az elmúlt években. Tehát az Arevának, ugye említettem az előadásban legelején, hogy az Arevának a finn és a francia projektje az sok éves csúszásban van, és jelentősen túlépik a költségkeretet. Egyszer azért, mert a franciák az elmúlt 20 évben nem építettek atomerőművet, elfelejtették, hogy ezt hogyan kell csinálni. És az oroszok ezzel szemben építettek az elmúlt időszakban is. Hát ők Kínában, Indiában, Oroszországban építettek fel blokkokat. És ennek következtében az orosz nuklásiparban megmaradt a mai tekintetben, mostani napra kész tudás az atomerőmű építéssel kapcsolatban. Az utolsó dolog, amit említeni kell, hogy nekünk óriási tapasztalatunk van az orosz technológia haladásával kapcsolatban. Most persze ez egy jóval nagyobb reaktor, de nagyon sok olyan megoldás van, ami azonnal a bázison nyugszik, mint amit a mostani Paksi 1-4-oknál alkalmazunk. Karbantartási technológiák, tömítőanyagok, anyagválasztás, anyagtudományi kérdések. Ezek az orosz műszaki kultúrában szervesen fejlődtek, és mindaz a tudás, ami Magyarországon rendelkezésre áll, ez hasznosítható ebben, és ez pénzben jelentkezik, berendezés megbízhatóságában fog jelentkezni, és adott esetben bizonyos tekintetben biztonsági, utásbiztonsági szempontból fog előnyöket jelenteni, mert a magyar üzemeltető tudják, hogy az orosz megoldások hogyan működnek, amiből nagyon komolyan lehet megprofitálni. Tehát ez az egész komplex értékelés vezetett el oda, hogy a kormány döntött, hogy nem tenderrel oldja meg ezt a feladatot, hanem az államközi szerződéssel, illetve az államközi szerződés bázisán kidolgozott
megvalósítási szerződésekkel. És utolsó megjegyzésem, hogy ha az ember megnézi, hogy mi a helyzet Európában, ebben megint nem vagyunk egyedül, csak nem ez jön szembe a sajtóval. Tehát én az előbb említett blogon ezt részletesen leírtam hivatkozásokkal, bárki megnézheti. Megnéztem azt a 11 atomerőmű építési projektet, ami most Európában valamilyen fázisban van. 11-ből 7-nél nem volt tender. 11-ből 7-nél nem tenderrel, 4-nél tenderrel választották ki a technológiát. A tender az egy eszköz, amit bizonyos esetekben alkalmaznak, bizonyos esetekben még nem alkalmaznak. Egy utolsó rávárás kérdés van. Tudom kérdezni, de tudom, hogy a termény is vár, létrejönnek ilyen mellék termékek, tehát a hulladékok és a kéget kazettát. Történnek-e gondolat, kísérletek arra, hogy ezekkel valamit kezdjenek? Valamit tudom mondom, hasznosítsák, vagy az a feladatunk, hogy a sorsuk, hogy idők végezeték volt, hogy ennek alatt teszik minden. Abszolút történik ezen a területen munka. Tehát én, ahogy említettem, a negyedik generációs reaktoroknak a fejlesztése, az pontosan ebből az irányba mutat. Az lenne az egyik fő cél a negyedik generációs reaktorokkal, hogy a kiégett üzemanyagban lévő uránnál nehezebb elemeket is hasznosítsuk. Ezeknek a felezési ideje hosszú, és ha ezeket az anyagokat el tudjuk égetni, most nyilván nem oxidációról beszélek, hanem magfizikai folyamatokról, akkor energiát tudunk ebből termelni, és átalakítjuk ezeket az anyagokat olyan izotopokká, amelyek sokkal rövidebb felezési idejűek, és ennek következtében a tárolási őrzési feladatok azok jelentősen lecsökkennek. Tehát a negyedik generációs reaktorok kutatása ebből az irányba megy, mi több ilyen projektben részt veszünk. Itt szerepeltettem ezen a fólián ezt az Allegro kísérleti reaktort, ami a franciák, illetve a visegrádi országoknak az együttműködésében épülne meg itt a régióban, és ennek pontos a célja, hogy egy gázfűtési reaktorban ezeket a nehéz izotopokat át lehessen alakítani, és ebben a folyamatban energiát lehessen termelni. De van másik ilyen koncepció is, van csóvadékos reaktorokkal kapcsolatos kutatás nálunk itt Magyarországon, van bizonyos munka, lóhűtésű gyors reaktor, és nagyon magas hűtés életű gázfűtési reaktor, illetve szuperkritikus nyomású vízfűtési reaktor tekintetében, amelyek pontosan ugye ezt a célt szolgálják, amit ön kérdez, és ebben én szerintem óriási nagy fantázia van. Tehát mind a plutónium, americium, pürium átalakítása, illetve az urán 238-as izotopjának a hasznosítása tekintetében ezek a reaktorok komoly szerephez juthatnak. És megemlítenném még azt, hogy az oroszok nagyon sokat fejlesztettek ezen a területen is, keveset hallunk erről. Ők 40 éve működtetnek egy nátriumhűtésű gyors reaktor Belojárszkban, aminek most helyezik üzembe az utódját, egy 800 MW-os nátriumhűtésű gyors reaktor, és ennek pont az a célja, hogy a plutónium felhasználásával energiát termeljenek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a technológia jönni fog, nem alternatívája a paksi 3. generációs reaktoroknak, mert körülbelül 20-8-10-es reaktor termel annyi ilyen nehéz izotopot, amivel egy ilyen gyors reaktort el lehet látni. Tehát valószínűleg hosszú távon a nagy országokban lesznek ilyen gyors reaktor központok, nem itt a környékünkön. De ez a technológia ez jönni fog ennek a meggyőződésre. Köszönjük szépen, mert majd olyan volt, hogy közmeghallgatás. Az egyik órát nem tartott, de szerintem többen voltunk, igen, tehát ez szerintem. Abszolút. Igen, az időben is lehetett volna még többen, biztos lettek volna még kérdések. És köszönjük a hihetetlen alapos válaszokat is, azt gondolom, hogy még egy tapsi áll az előadó. Találkozunk június 1-én itt a térzenében.